Ez az a teszt, amit most ebben a videóban nem fogtok látni, ugyanis jelenleg nem egy taktikai lámpának, hanem egy zseblámpának a bemutatójával készültem. Egyébként a videó részlet Cirok Jánosnak a csatornáján található, aminek a linkjét meg fogjátok találni a leírásban, ahogy azt már megszokhattátok. A csatornán főleg elemlámpák, kések, lőtér bemutatók, erdei gasztrovideók találhatók. János Cirok néven ajánlom őt is a figyelmetekbe. Amiről pedig most szó lesz, az, ahogy láthatjátok, egy-kettő darab AAA-s elemmel működő mini Maglite LED lámpa. Beszéljünk akkor erről egy kicsit, vágjunk bele. A Maglite termékek atya, a cég alapítója Anthony Maglica, vagy egyszerűen csak Tony, akit a neve alapján én valamiért olasz nemzetiségűnek hittem, de kiderült, hogy horvát származású. A család, apja kivételével, a nagy gazdasági világválság idején tért haza az Egyesült Államokból Horvátországba, ahonnan Tony csak 1950-ben, 20 éves korában jutott vissza Amerikába édesapjához. Aki, ha csak tehette, onnan támogatta a családot, s akivel a háborús évek alatt minden kapcsolat megszakadt, és a kommunizmus idején sem volt egyszerű. Tony, illetve ekkor még Anta Maglica, betegen, összeomlott tüdővel érkezett Amerikába, és több hónapos lábadozása alatt próbált megtanulni angolul, hogy szakmunkásként is elhelyezkedhessen, és ne csak segédmunkásként találjon megélhetést. Ez eleinte nem ment könnyen, mert a munkaadók gyengének találták az angolját a rajzok és műszaki leírások olvasásához, néhány évvel később viszont nem csak megfelelő teljes állása volt, de saját Esztergapadon otthon is dolgozott. Egyszer láttam egy Makovec Imre interjút, amelynek egy részlete különösen megragadott. Sajnos erre sem emlékszem szó szerint, de a lényege az volt, hogy az építőművész szerint a magyar melósnak nincs párja Európában. Ha egy gerendáról a helyére illesztése előtt kiderül, hogy teszem azt fél méterrel rövidebb, a német szakmunkás megáll, az ő tudománya véget ér, szerinte ezt a problémát nem lehet megoldani, a gerendát ki kell cserélni. Ezzel szemben a magyar munkás, ha meglátja, hogy a gerenda rövidebb, azt mondja: nem baj, majd kitoldjuk. És ezzel minden megy tovább. Nem tudom, ez a kelet-európai mentalitás, vagy a már a tengeren túlon elsajátított amerikai rámenőség volt-e Tonyval, amikor tudomást szerzett egy 1000 dolláros áron eladó Logan esztergáról. Tony ugyanis fogta mind a 125 dollárját, amit addig összespórolt, és rávette az eladót, hogy fogadja el előlegként, a többit pedig részletekben kifizeti. Ezzel a húzással indult Tony sikertörténete. A kezdetben alkatrészeket gyártó cég 1979-ben mutatta be első saját termékét, egy alumínium testű elemlámpát, amelynek elkészítését rendőri igény és megkeresés alapján jó 10 év óta többen is megkísérelték. A lámpa azonnal óriási tetszést aratott, és a híre előbb-utóbb törvényszerűen hozzánk is eljutott. Jó magam, talán a 90-es évek végén, de mindenképp az évtized második felében találkoztam a Maglite névvel, és bár az emlékeim mindenféle okokból némileg homályosak, azt hiszem az itthon addig elérhető lámpákhoz képest a Maglite termékei megjelenésben és árban is újak és merészek voltak. Nem tudnám megmondani, meddig tartott a Maglite fénykora, de talán a kínai webáruházak és az ismert francia sportszaküzlet térnyerésével lett a márkanév tündöklése a múlté. A Maglite megítélése ma elég széles skálán mozog. Van, aki szemrebbenés nélkül beismeri, hogy annak idején biztonsági okokból mindig volt egy Maglite a kocsiában, mert ha úgy adódott, simán használhatta önvédelemre is, anélkül, hogy egy esetleges ellenőrzés során a rendőrök beleköthettek volna. Azt hiszem, ezeknek a fiatalságunkkal kapcsolatos nosztalgikus emlékeknek is szerepe van abban, hogy sokan még mindig hűek a márkához, amely szerintük változatlanul magas színvonalat képvisel. Mások szerint viszont, ami az előnye, az a hátránya is, és azt mondják, a Maglite még mindig ugyanaz a szinte fajék egyszerűségű lámpa, ami hajdanában volt, és ez ma, amikor egy elemlámpának a legkülönfélébb funkciókkal kell rendelkeznie, gyorsan villogó fénnyel, lassan villogó fénnyel, ezeknek pedig több lezárható, feloldható, gyors elérésű kapcsológombbal, egy szóval ez az egyszerűség ma már egyenlő az elavultsággal.
Ebben a vitában nem tudok állást foglalni, de azt gondolom, az minden esetre vitathatatlan tény, hogy akinek van egy meglátja, az az amerikai álom egy darabját tartja a kezében. A tudomány és a technika történetében nem egyszer fordult elő, hogy egy felfedezés, találmány már szinte a levegőben lógott, egymástól függetlenül vagy egymással versengve többen is kutatták, kísérleteztek vele, míg végül valaki elérte az áhított áttörést. Ebben az esetben Anthony Maglica alkotta meg azt a fényerőben és szerkezetében masszív, megbízható működésű elemlámpát, ami nagyjátette a nevét. Egymást követték az újabb és újabb modellek, majd megjelent a Maglite Mini is, amit most közelebbről is megnézünk. Mielőtt azonban ezt tennénk, tisztáznunk kell néhány fizikai fogalmat. Ha tehetségesebb lennék és tudnék videóanimációt készíteni, remélhetőleg hasonlóan igényes képsorok mellett hosszan és szintén remélhetőleg érdekfeszítően mesélnék a világegyetemet átható elektromágneses energiáról, amelynek egyszerre hullámtermészetű és részecske természetű, körülbelül 380 és 780 nanométer hullámhossz értékek közötti, az emberi szem számára is látható részét fénynek nevezzük. Mesélnék az olyan egymással összefüggő jellemzőkről, mint a megvilágítottság, fénysűrűség, fényerő, fényáram, melyekről egy adott fényforrás kapcsán beszélhetünk, és arról, hogy a szemünk a körülbelül 555 nanométer hosszúságú zöld színérzetet keltő hullámokra a legérzékenyebb, ezeket látjuk legjobban, és ettől az értéktől bármilyen irányban eltérve, akár a kék, akár a vörös tartományban, egyre kevésbé látunk, ami a matematika útján leírható az úgynevezett láthatósági függvénnyel, amit a fényforrás sugárzási teljesítményével összevetve megkapjuk annak látható teljesítményét, és ez az előbb említett fényáram. Ennek jele nagy görög fi betű, mértékegysége lumen, és ebből, ha a tér minden irányába sugárzó fényforrás fényáramát a tér egy adott részére vonatkoztatjuk, levezethető a fényforrás fényereje, amelynek jele a nagy I, mértékegysége a kandela. Amit matematikailag úgy határozhatunk meg, hogy egy kandela annak a minden irányba egyenletesen sugárzó, pontszerű fényforrásnak a fényereje, amely 1 méter sugarú gömb 1 négyzetméter felületére 1 lumen fényáramot bocsát ki. Ez nem hivatalos definíció, egyszerűen csak a fényáramra vonatkozó képletet fordítottam vissza, ahol az SR az úgynevezett steradián térszög, vagyis a korábbi 1 négyzetméteres gömbfelület. Nos, a komolyabb gyártók ezek közül a jellemzők közül többet is feltüntetnek a termékeik csomagolásán, és nem akarok ugyan semmilyen szándékosságot feltételezni, minden esetre úgy vélem, ennyiféle szám nagyon is alkalmas arra, hogy egy átlagos vásárló eltévedjen az adatok sűrűjében. Elmondom, mire gondolok. Induljunk ki abból, hogy az eltérő technológiájú, eltérő elven működő fényforrásoknak más a hatékonysága. Azonos fogyasztás mellett nem ugyanazt a fényáramot sugározzák. Ezt nevezzük fényhasznosításnak, ami a fényáram és a fényforrás által felvett teljesítmény hányadosa, mértékegysége pedig lumen per watt. Egy hagyományos izzó fényhasznosítása például átlagosan 13 lumen per watt. Más források tól-ig értékekről írnak, szerintük tehát egy klasszikus wolfram szálas izzó fényhasznosítása 10-15 lumen per watt. Egy halogénizzóé 18, egy energiatakarékosé 50, egy kompakt fénycsőé 60, egy ledizzó fényhasznosítása pedig 35-200 lumen per watt. Vagyis ha az egyik ledizzó fényhasznosítása akár 5-ször akkora is lehet, mint a másiké, akkor egyáltalán nem mindegy, milyen leddel szerelt elemlámpát választ a szegény, tanácstalan és gyanútlan vásárló. És persze lehet, hogy egy konkrét lámpa esetén a mellékelt áramforrások és a megadott jellemzők alapján lehetséges bizonyos következtetéseket levonni a hatékonyságra és a megfelelőségre, mégis talán hasznos volna irányadónak ezzel az értékkel is találkozni az egyes termékeken. Nézzük akkor a lámpát. Ne lepődjetek meg ezen a blisteres csomagoláson, ha a hozzáértők szerint, ha nem is éppen a filléres kacatok között, de a viszonylag olcsó hazai áruk között a pénztáraknál található odakin Amerikában, a szupermarketekben,
a Maglite. Bár természetesen itthon van díszdobozos kiadása is. Igazából, ha jól emlékszem, nem nagyon találtam meg, hogy mennyivel drágább, de nyilván valami felárat kell fizetni ezért a kiadásért. Oké, amit látunk a csomagolásban, az maga a lámpa, két darab Energizer elem, és ez az akasztó, vagy öfklipsz, jelen esetben inkább, mivel zseblámpáról van szó, zsebklipsz, aztán amit látunk még a csomagoláson, ugye itt az amerikai zászló, amerikai manufaktúra, vagy kézművesipari termék, elvileg, illetve a csomagolás szerint, aztán nem tudom, hogy látjátok rendesen ezt az emblémát, vagy logót. Kis nyomozás után kiderült, hogy ez egy párduc fej, és az erőt és a szépséget jelképezi. Mondjuk nem teljesen értem, hogy miért pont a párduccal akarták ezt kifejezni. Mondjuk a gepárd például egy sokkal karcsúbb, kecsesebb állat. Azonban az, hogy óvilági macskaféle ragadozót választottak az újvilágiak, a jaguár, a puma helyett, az minden esetre elmond valamit szerintem Anthony Maglicának az óvilághoz való kötődéséről. Nézzük tovább. 100 lumen. Tehát itt mazsolázgathatunk a gyártónak a megadott adataiból. 1 méterig vízálló, 1 méter vízmélységig, 2 méterről való zuhanás az, ami 2 méterről való leesés az, amit kibír elvileg. Aztán spot to flood. Igazából nem vagyok benne biztos, hogy ez a működését, a be- és a kikapcsolást mutatja, vagy inkább, ugye van egy keskenye fehér fénysugár és egy szélesebb szürke sáv, lehet, hogy ez a zoomolásra utal, tehát hogy elfordítással tudod a lámpát, az elemlámpát bekapcsolni, illetve itt tudsz fókuszálni is. Aztán handle free mód, ez a gyertya üzemmód, nagy valószínűséggel, tehát a szabad kézi mód, és a legalsó ábra, ez az IPX7-es minősítést kifejező számsor, illetve betű és számsor vagy kód. A Berner fejlámpával kapcsolatban az arról készült videóban már úgy emlékszem, kifejtettem, ez az IP szám, ez egy nemzetközi szabvány, egy nemzetközi jelzés, ahol is az első szám a szilárd anyagokkal, a második szám a vízzel szembeni ellenálló képességre utal. A műszaki cikkeknek, a műszaki cikkek belső elektronikáját védő burkolatnak az ellenálló képességéről szól ez a kód. Az X az akár csak az iskolai tanulmányainkban az ismeretlent jelképezi vagy jelzi. A gyártó a szilárd anyagokkal szembeni ellenálló képességet nem adta meg, nem tartotta mérvadónak, tehát ezt nem tudjuk. A 7-es pedig a 0-tól 10-ig terjedő skálán egy elég jó szám. Igazából az X, igazából a 7-es szám az arra utal, ahogy itt följebb olvastuk is, hogy 1 méter vízmélységig 30 perc erejéig bírja a lámpa elvileg a vízbe merülést. Ha megfordítjuk, akkor mit látunk? Ugyanígy a bekapcsolás, illetve a fókuszálás a kacsatos ábra, illetve hogy hogyan tudjuk a gyertyaüzemmódot létrehozni, illetve ilyen üzemmódban működtetni a lámpát. Letekerem, lecsavarom a fejét, és egész egyszerűen a bekapcsolás után lecsavarom a fejét, és egész egyszerűen megfordítom, és beleállítom a lámpatestet. Úgy tűnik, 3 lépésben. Legalul itt mutatom
ezt a feliratot, a Maglite Europe Germany, ez valószínűleg a cégnek a Németország, illetve az európai képviselete lehet. Érdekes egyébként, hogy Magyarországon több webáruház, több forgalmazó is árulja ezt a terméket, de mindegyik nagyjából ugyanabban az ár kategóriában, mint egy ilyen ár megegyezés lenne, ami valószínűleg így is van. És az is érdekes, hogy több típus, több sorozat van forgalomban ugyanebből a lámpából. Van, amelyiknek például 84 lumen a fényereje, van, amelyik 5 óra vagy 5 óra 45 percig bírja az elem ezzel a fényerővel a világítást. Tehát változatos termékekről beszélünk. Hogy ezek közül melyik lehet az autentikus, melyik lehet a hivatalos márka képviselet ezek közül a webáruházak közül, talán azt nehéz eldönteni, de talán nyújthat némi útmutatást, hogy melyikük vállalja a cég által is garantált, illetve a cég által is nyújtott garanciát, ami 25 év, még más weblapokon csak a szokásos 1-3 évet találjuk. Rendben, akkor bontsuk ki a terméket, illetve próbálkozzunk meg vele. De ez nekem, tudjátok, hogy nem szokott könnyen sikerülni. Na nézzük. Aha, lehet, hogy itt kellene elkezdeni. Látszik, hogy nincs nagy gyakorlata a dologban, de talán... Ez az! Valami elindult. És meg is van. Itt ez a furat, hát nem gondolom, hogy egy csuklószínak a befűzésére szolgálna, mint a kések esetében. Ez inkább kulcstartó karika rögzítésére lehetne itt kialakítva. Na nézzük. Jobb híján. Aha, nem, itt kellett volna lecsavarnom hátul a kupakot. És belecsúsztatnom az elemeket talán. Jó, akkor ezt viszont forgassuk vissza. Így. Na. Jó, erős kis rugó. Megbirkóztunk vele, visszatekertük a zárókupakot, és most próbáljuk bekapcsolni a lámpát. Hát eddig nem történik semmi. Vagy az elemeket nem raktam jól bele. Aha.
megfékezéséből lehet. Jó, most sikerült kikapcsolni. Most vissza. És vajon fókuszál-e? Hát. Aha. Nem tudom, mennyire látjátok, de most a teljesen szórt fényt ad. Most, mintha megjelenne egy határozott sugár középen. Na, kikapcsoltuk. Hát el lehet ezzel játszogatni. Azt hiszem, hogy majd este fogok ezzel tovább kísérletezni. Most jó lenne megnézni minden esetre a gyertyaüzemmódot. Igen, bekapcsoltuk. Ez az, sikerült. És bele tudtuk állítani. Aha, hát ezt nem fogom tudni így megmutatni, de... De működik. És akkor most, miután visszaállítottuk az eredeti állapotot, vajon hogy is kell? Ráhúzni. Ennyi lenne? Rendben. Nézzétek csak, én itt szakbarbár módon megvágtam, megtértem ezt a kartont, holott ez nem is egy egyszerű kartonlap a műanyag borítás alatt, hanem egy kihajtogatható tájékoztató füzet. Magyar nyelven nem találtam leírást. Viszont hozzám hasonló gyengébb képességűek, Karácsony Gergelyek és egyéb angolul nem tudók kedvéért, azért ábrán is megszemlélhetjük az alkatrészeket. Rendben. Ezt is kipipálhatjuk. És akkor alig várom, hogy besötétedjen, és akár itt a lakásban, akár valahol kinn természetes körülmények között is megnézzem, hogy mit tud az az elvileg 99 méter, 100 lumen, 2456 kandelás teljesítmény, mire elég. Szóval srácok, per pillanat elsősorban miatt azok sajnálom, hogy egy kicsit én ilyen Csóringer csávó vagyok, nem véletlenül van a csatornán egy lejátszási lista is, aminek ez a neve, ez a címe, hogy Csóró Bushcraft. Szóval a lényeg, hogy még mindig ugyanazzal a telefonnal készítem videókat, mint 2019. december 2020. január tájékán az első felvételeket. Szóval ezért van az, hogy olyan a minősége, amilyen ennek az éjszakai felvételeknek. Minden esetre talán így is látjátok, hogy amikor letettem a cserépkája elé a lámpát, akkor tőle több méteren a
tavasszal javított, festett fehér falon azért elég éles árnyékot vetettem, ami azt jelenti, hogy a hátam mögött egy erőteljes fényforrás van. Az óra kamrajtó fölött az elég egyértelműen látszott. Szintén egy olyan 2-3 méterre a kályhától a lámpa, és így a lámpától a hűtőn. Az oda mágnesezett mindenféle kártyák, emlékeztetők, azok is telefonszámok akár, szerintem azok is olvashatóak voltak. Kint is felismerhető volt akár a hinta, mert a gyerekek hintája. De a feleségem egyébként úgy emlékszik rá, hogy annak idején Tordján Józseftől hallotta az örökbecsű, örökérvényű mondatot, hogy bizony az idő vasfoga mindannyiunk felett elszáll. Hát a hintánk is egy kicsit már megöregedett velünk együtt, ahogy az a tárcsa is, amit ideje lenne már rozsdátlan ételom lefestenem, de az ezüstfenyő is, vagy a madáritató is elég jól látszott. Tehát én azt mondom, hogy egy vészeseti lámpaként ez a kis meglájt elég jól teljesít. Igaz, hogy talán mondhatjátok erre, hogy a vészesetben mindenkinek a zsebében ott van a telefon, tehát gyakrabban van az embereknek egy telefon, mint elemlámpa. Én viszont azt gondolom, hogy ha valóban baj van, akkor inkább meghagyom a telefonnak az akkumulátor kapacitását, a töltettségét, meghagyom bizonyos vészhívásokra, és legyen nálam egy ilyen kis EDC-lámpa, egy ilyen kis tollámpa. Ahogy azt tőlem talán már megszoktátok, bizony itt is tettem most egy kis árösszehasonlítást ebben a témában is, nézegettem a tollámpákat, a kis zseblámpákat, és amint láthatjátok a képeken, hát vannak olyan nevesincs lámpák, illetve olyan elsősorban nem elemlámpa gyártóként ismert márkák, gondolok itt kifejezetten például az Energizerre, én meg voltam róla győződve, hogy ő csak ceruza elemeket, illetve tehát, hogy elemeket gyárt, de látszik, hogy nem. Szóval ezek a lámpák nem ígérnek sokat, és arról viszont nincs információnk, azt viszont nem is tudjuk, hogy azt a keveset hogyan teljesítik. Vannak viszont elég drága elemlámpák is. Egyszerűen annyi történt, hogy beütöttem a keresőbe, hogy két AAA elemes vagy AAA elemes elemmel működő elemlámpák, és a találati lista azt hiszem, hogy a legtetején feldobott honlapra rámentem, és ott találtam ezeket az elemlámpákat, amiket most láttok. Hát nem tudom, hogy ez a gyártónak a trükkje, vagy pedig a forgalmazó, a webáruház tüntete fel a honlapján ilyen információkat, bár azt gyanítom, hogy a webáruház egyszerűen csak a gyártó adatlapjáról, vagy a csomagolásáról szedte ezeket az ikonokat. Elárulom most azt is, hogy miről beszélek. Láthattok itt olyan lumen számokat, olyan megvilágítási távolságokat, vagy hatótávolságokat, vagy akkumulátor töltöttségi időt, lemerülési időt, amit aztán az apró betűben összehasonlítva az adatokkal bizony kiderül, hogy hát a nagy betűvel, a képeken, a felső sorokban, ahonnan nem biztos, hogy mindenki legörget, az ott szereplő adatok nem teljesen felelnek meg a valóságnak. Szóval láthatjátok, hogy ezeknek az adatoknak mindegyike igaz, de külön-külön. Vagyis hát az 1000 lumen fényáram és a 19 óra üzemidő az nem ugyanarra, tehát nem egymásra vonatkozik. 1000 lumennel csak egy percet bír az elemlámpa, és ráadásul nem is az AAA elemekkel, hanem azokkal az akkumulátorokkal, amiket itt megad hozzá a forgalmazó honlap. Tehát érdemes ezekre odafigyelni, mert én azt gondolom, hogy hát egyéb huncutságokra is képes az, aki ilyen kis csúsztatásokkal él. Tehát
Összefoglalva lámpával kapcsolatos véleményeket, tapasztalatokat, olvastam annak idején például ezzel az elemlámpával, ennek a lámpának a nagyobb testvéreivel, nyilván nem ezzel a kis mini meglájttal, hanem a Góliát elemes nagyobb típusokkal. Annak idején szöget vertek be, vagy rendőrök autó szélvédőket törtek be különböző vészhelyzetekben. Tehát, hogy valóban egy masszív és megbízható és jól működő lámpáról van szó, amit egyébként még mindig Amerikában gyártanak, tudtommal még mindig megtartották az országhatárokon belül a gyártást, nem adták ki különféle ázsiai országoknak, és véleményem szerint ez is közrejátszik benne, ez is szerepet játszik abban, hogy ennyibe kerülnek ezek a lámpák. Tehát nem feltétlenül a minőséget, hanem egyszerűen az amerikai melósoknak, az amerikai dolgozóknak a bérét fizetjük meg, de nyilván szerepet játszik az árképzésben az is, hogy valóban itt egy folyamatos minőségi stratégiáról, egy üzleti stratégiáról beszélhetünk, és lehet, hogy eljárt ezek fölött a lámpák fölött az idő, sok tekintetben, más tekintetben viszont, aki egy meglájt terméket vásárol, azt hiszem, hogy az biztos lehet benne, hogy mit tart a kezében. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Ha valamit kifelejtettem, akkor nyugodtan szóljatok, írjatok, és találkozunk a legközelebbi videóban. Ahogy szerintem zseniális magyar videós szokta mondani. Köszöntöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor örültem neki, szavasz! Question to the world, not an answer.